Erről volt szó múlt alkalommal, a zsidó és a keresztény kultúr körből és vallásból nagyon sokat merített Mohamed, amikor az iszlám vallást kialakította. Akkor ugye részben a zsidók megnyerése miatt is volt arra szükség, hogy egy-két olyan étkezési szokást is az iszlám vallás alapjává tegyen. Az egyik ilyen nagyon fontos, ugye, amit lehet írni az egri csillagokból, az ugye a disznóhús fogyasztásának ugye a tilalma. És hogyha józan észre gondolkodunk, hogy ugye az arab félszigeten született ez a vallás, ahol amikor nagyon hideg van, akkor van 25 fok és száraz meleg, és hát itt látom, hogy vannak olyan hölgyek is, akik háziasszony, de lehet, hogy az úri emberek is beszoktak vásárolni otthon, hogyha véletlenül mondjuk egy disznókarajt kihagyunk a nyári melegben az asztalon, akkor az pár óra múlva mászni fog, tehát nagyon praktikus oka is volt annak, hogy ezt egy nagyon gyorsan romlandó húst ezt lefogyasszák, hiszen abban az iszonyatos melegben gyakorlatilag nagyon gyorsan egészségügyi problémákat okozott volna. És ugye ez az egyik, amit mindenki ismer, de ennél sokkal komolyabbak az étkezési megkötések, ugyanis azoknál az állatoknak, aminek a húsát lehetne fogyasztani, ott is nagyon komolyan megkötik azt, hogy milyen formában kell levágni azt az állatot, hogy annak a húsa fogyasztható legyen az emberek számára. Tehát az egyik nagyon fontos dolog, hogy ha anélkül vágnának le egy állatot, hogy elhangzott volna alak neve, tehát ez a bismilláhi, tehát hogy alak nevével vágták le ezt az állatot, akkor már nem számít tiszta húsnak azon, és nem lehet elfogyasztani. A másik, hogy teljesen ki kell véreztetni az állatot, tehát ezek, ha azt veszik, akkor a kóservágás szabályainak is, aki ezt esetben ismeri, azoknak is megfelel, és ezért ugye, hát hajdanán, amikor még nagyon jó kapcsolataik voltak a régi rendszerben az arab világgal, akkor mondjuk a bábolnai csirkefarmokon, hát mondhatjuk azt, hogy banyont kerestek azok, akik kis magnóra felmondták a bismilláhit, és folyamatosan gyakorlatilag ez hangzott el, amikor levágták a csirkéket, tukokat, és csak így lehetett kivinni ugye az arab világba ezeket. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha bármilyen állatot levágnak, akkor teljesen ki kell véreztetni, és a másik fontos dolog, hogy el kellett, hogy hangozzon ugye alak neve a levágás előtt. A másik fontos étkezési szokja, és akkor miért van erre, miért fontos az, hogy ezt például a muszlimok társaságában megpróbáljuk tiszteletbe tartani. Ahogy egymás mellett élünk, mindenféle kultúrkörből lehetnek az embernek barátai. És nekem ez személyes tapasztalat is volt, ugye hátizsákos turistaként, amikor először Párizsban jártam és találkoztam muszlimokkal, és ott volt a fél hátizsák tele konzervekkel és mindenféle kiskolbász, meg minden egyéb, amit a hajdanán vittek a turisták magukkal. Akkor, amikor leültünk közösen enni, akkor előtte neki kellett állni, szelektálni a dolgokat, hogy mi az, amivel megkínálhatom a többieket, és mi az, amivel nem. És azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy nem is csak vendéglátóként, de akár egymás mellett élve is tudjuk azt, hogy mi az, ami számukra undort keltő, és hát mondhatjuk azt, hogy ha akár előttük egy klasszikus disznókolbásszal vagyunk, akkor ez számukra sértő is lehet. Engem nagyon sokszor vendégeltek meg az arab világban, és mindig föltettek kérdéseket. A legegyszerűbb és a legszegényebb helyeken is, mert a vendégjog, ez a régi beduin arab világból származik, az egy szent dolog számukra,
hogy semmilyen formában ne legyen semmi olyan, ami a másik számára esetleg kellemetlen vagy sértő legyen. Én tényleg ettem kis oázisokba olyan helyeken is, és ez egy természetes dolog, hogy megvendégelik az ember. Ha betér valaki, vagy ott van csak a környéken, behívják a házukba, és az, hogy kapjon valaki egy teát, vagy megkínálják valami étellel, ez egy alap dolog. És ez akár, ugye a régi vendégjük nálunk is ilyen volt, egy paraszt családnál sem mehetett senki, hogy megkínálják meg valamivel. Tehát, hogy ezért is fontos lehet az, hogy ezeket az előírásokat ismerjük. A másik fontos dolog, ugye, amit szintén mindenki tud, az alkohol, és mondhatjuk azt, hogy mindenféle bódító dolognak a tilalma a muszlimoknál. Ebbe beletartoznak a kábító szerek is, tehát nem csak az alkohol tilalma, de igazából semmilyen formában nem. Tehát mondjuk, hogyha valaki meg akarna vendégelni egy muszlimot, akkor a jó magyar szokás szerint nem pálinkával kéne indítani, tehát ugye csak ezért mondom ezt. És azok, akik mondjuk elmennek nyaralni a muszlim világba és meglepődnek azon, hogy semmilyen boltba, sehol nem lehet kapni így alkoholt. Természetesen a turista helyekkel, meg szállodákba ez másképp működik, de és akkor itt egy picit átugornék egy másik témán, amit csak azért, hogy megpróbáltam poénos tenni, de nem biztos, hogy sikerült. Ugye volt egy ilyen pont, hogy a magyar kocsma és a teázónak az összehasonlítása. Fantasztikus dolog az, hogy kint a muszlim világban nem látunk tántorgó részegembereket. Tehát még ahol én lakom, ott 10 kocsma él meg egy 2000-es faluban, és megél. Addig ez ugye a muszlim világban nincs. Természetesen az eredeti célja, hogy legyen olyan hely, ahol az emberek, ugye nem véletlenül a legtöbb kocsma is, tehát a templom mellett van legtöbb helyen a kocsma, legyen olyan közösségi hely, ahol az emberek összejönnek, ez megvan ott is. Nagyon mindenhol találunk teázókat, ahol teát vagy kávét lehet fogyasztani, mellette természetesen, ami már itt Magyarországon is kezd terjedni, hogy ott vannak a vízipipák, és ülnek a főként férfiak, mert ugye ide a hölgyek kevésbé járnak el, vagy dominóznak, vagy különböző egyéb ilyen társasjátékszerű játékokat játszanak, és ami talán a mai világban egyre furcsább számunkra, hogy nem csak messengeren lehet beszélgetni, hanem le lehet ülni, és szépen lehet beszélgetni. Ezek a teázók, ezek hajnaltól, de szinte egész nap nyitva vannak, és eléggé szép számmal tele is, és az emberek ott élik, a főtt, még egyszer inkább a férfiak, ott élik a mindennapjaikat, de nekem soha nem volt problémám abból, hogyha szerettem volna egy teát meginni, hogy leülhessek oda, és megígyak egy teát. Sőt, általában nagyon érdeklődően kezdtek beszélgetést velem. Tehát az, hogy engem amiatt, hogy én leülnék egy teázóba, kirekesztettek volna, soha nem éreztem. Na most ugye az alkohol tilalmának is vannak nagyon egyszerű gyakorlati okai. Amellett, hogy a bódított állapotban lévést Mohamed nem igazából tartotta jónak, amellett ugye hát nem biztos, hogy mindenkinek vannak ilyen tapasztalatai, de hát ha hallok már ilyenről, hogyha ugye mínusz 20 fokba megiszik valaki egy pálinkát vagy egy vodkát, annak kellemes átmelegítő hatása lehet, és kicsit felszabadultabbnak érzi magát, viszont ugyanezt megteszi a strandó 35 fokba, akkor lesz pár óra esetleg fülszakadás, és mivel ott nagyon
komolyan ugye ez a meleg ott van. Pontosan ezt is meg akarták ezekkel a tilalmakkal hát akadályozni. Egyébként egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy megvannak olyan állatok is, amivel hát amitől még inkább tartózkodnak, és hát itt a két farkú kutyapárt számára van egy rossz hírem. A tisztátalan állatok közé tartozik a kutya is, hogy hány farka van nem számít, de mindenképpen... Nem szabad megenni? Nem szabad megenni, nem szabad, nem is érintkeznek vele. Ezért mondjuk a muszlim világban tehát teljesen tisztátalan állatnak tartják, nem is nagyon érintkeznek velük, és ugye rengeteg kóbor kutyát lehet látni. Úgyhogy hát itt a diplomáciai kapcsolatok indítása az arab világ fele, vagy a muszlim világ fele nem biztos, hogy szerencsés lesz ezzel a névvel, tehát itt majd lehet, hogy változtatásokra lesz szükség. A rajzolt kutyával szemben hát is Ennyire nem vagyok mélyen a teológiában jártas, tehát nem tudom. Tehát ugye ez is a tisztátalan dolgok közé tartozik. Úgyhogy én ennek próbáltam utána nézni, hogy mi az oka, de sem a szunnában, sem a hadiszokban nem találtam konkrétumot rá, hogy mi az oka. Biztos, hogy vannak olyanok, akik ezt tökéletesen tudják, elnézést kérek ezért, de próbáltam utána nézni, de az okot nem tudom megmondani. Tehát nem tudom, hogy ez miért alakult ki így, de ez a helyzet sajnos. No. Egyébként erről olyasmit olvasgattam, hogy a kifejezetten a sertéshúst azért tiltották más húsokkal szemben, mert a sertés orbánc egy gyakori betegség volt a közelkeleten, és a kutyák között pedig a veszettség miatt esetleg. Hát a veszettség, de hát mondjuk nem csak az étkezésről van szó, egyébként sem. Hát megérinteni közel, együtt tartózkodni vele, haverkodni. A macskákkal sem? Nem, a macskákkal semmi probléma nincs. Sőt, vannak olyan felvételek, amikor migránsok hoztak a saját kis hátizsákokkal, hozták a cicájukat, tehát az a semmilyen probléma nincsen. Tessék? Nem migránsok, az egy másik nyelv. Bocsánat, akkor, hát igen, elnézést kérek, de ezek már annyira bevándorlók. Akkor van-e valakinek az étkezéssel kapcsolatban kérdése? Ami esetleg... Girosz. Igen, figyelek. Hát, hogy nekik a disznóhús az undorító? Tehát, hogy ne is rakjuk Nem, semmilyen formában. Hát, nem úgy értem, hogy meg, hogy ők nem eszik, van, azt értem, de hogy a látványa is undorító. Így van, tehát ők nem, tehát semmilyen formában nem. Tehát, hogyha most közös étkezésre leülünk, akkor ne előttük együk a disznóhús szerintem. Azért van eléggé nagy repertoár ahhoz, hogy azért mással is meg lehessen kínálni. Igen? Szeretném kérdezni, hogy marhassal megkínálhatom? Persze. Hát de nem biztos, hogy elhangzott a levágáskor. Ó, hát igen, ezek... Tehát... Azért más. Biztos. Vannak szerintem a zsidók között disznóhúst kevesen esznek, de ha nem disznó, akkor nem biztos, hogy ragaszkodik a kóser vágáshoz. Ez hagyomány. Keresztények is vannak, akik esznek pénteken, húst vannak, akik nem. Tehát, hogy igen, ezek azért sok... Majd mindjárt az öltözködésnél is van, aki tökéletesen követi a hagyományokat, és minden egyes momentumot próbál tiszteletbe tartani és tartani magát hozzá. Azt gondolom, hogyha itt a teremben mindenki magának fölteszi a kérdést, hogy milyen valláshoz, felekezethez tartozik, és minden előírását mindig betartja-e, akkor nem biztos, hogy mindenkinél mindig igaz lenne, vagy igen lenne a válasz, és ettől még mondjuk lehet, hogy valaki kereszténynek, valamelyik felekezethez tartozónak tartja magát, vagy zsidónak tartja magát. Tehát, hogy, de itt azért ezek fontosabbak, hogy lehet, hogy ő meg fogja kérdezni, hogy lett levágva. És akkor itt már mindjárt meg lesz a válasz.
Igen? Hozzáfűzhetnék valamit? Én kint lehetem egyébként Törökországban, hogy kérdezted, és egyébként én akkor jöttem el, amikor beszélgettem olyan emberekkel, akik nem muszlimok, egy olyan kultúrában nőttek fel, ahol nem preferálják a disznóhúst. Én beszélgettem 50-60 éves asszonyokkal, akik nem voltak muszlimok, és mondták, hogy fúj a disznóhúsra, mert egyszerűen úgy nevelkedtek fel, és én akkor tényleg úgy jöttem rá. Ha megkérdeztem, hogy igaz, hogy van a disznóhús, akkor azt hitték, hogy viccelek. Tehát ez teljes, tényleg akkor jöttem rá, hogy úgy nevelkedtek fel, hogy anyukád, nagymamád, dédnével mindenki az ilyen fúj disznó. Igen, mert nekünk is, ezért mondtam, hogy lenne értelme, és itt el is hangzott egy kérdés, hogy ha van érdeklődés, akkor lehetne ebben a témában tovább menni. Lehet, hogy az lenne a legjobb tovább lépés, hogyha leülnénk egyszer így közösen, akár több valláshívő, és beszélgetnénk azokról, hogy mi az, ami esetleg számukra sértő lehet, amit lehet, hogy egy olyan közegből ő van kisebbségben nem fogja hát szóvá tenni, de mégis érti valahol az érzékenységét. Igen? Parancsolj. Bocsánat, nem provokációnak szánom, inkább csak egy városi legendát szeretnék tisztázni. Mi az igazság abban, hogy a muszlimok bizonyos tilalmakat úgy próbálnak megkerülni, hogy bebújnak egy asztal alá, vagy levennek a pincébe? Szerintem már az előző válasz ott volt, hogy nem mindenki tartja be pontosan. Hogy volt olyan muszlim, aki azt kérdezte, hogy nincs-e nálam valami alkohol? Volt. És hogyha egy következő alkalommal kiutazva vittem, a barátja előtt nem ő, szó sem lehet róla. De a négy szám közt, akkor meg is kérdezte, hol van? Tehát hogy ezek olyan dolgok, hogy nem biztos. Igen, azt mondják el, hogy Allah ott nem látja, tehát... De szerintem ez meg az, hogy emberek vagyunk. Egy jó pár évvel ezelőtt jártam Bahreinben. Bahrein egy kicsi sziget a Perzsöbölben, nagyon közel Szaúd-Arábiához és Katarhoz. Viszonylag liberálisnak számít a muzulmán országok között. Amikor ott voltunk, épp akkor tartott az emír népszavazást a demokrácia bevezetéséről. És Bahreinben lehet kapni alkoholt egyébként. Valószínűleg a turistáknak szánva, de hát nyilván nem csak turisták vásárolnak. És azt mondták a helybeliek, hogy a Fahd király, a szaúdi király azért épített 20 milliárd dollárból hidat Szaúd-Arábia és Bahrein közül, hogy átjárhassanak inni az üdvözlőnek. Igen, ez ilyenek lesznek. Igen? Én a másik felén voltam, én Szaúd-Arábiában, és ő pedig, hát én pont Dammamban voltam, ami ugye onnan indul az a híd, ami átmegy Bahreinbe, és ő elég gyakran mentek át pont ezen. Egy-két híres államférfi már azért belebukott abba, hogy megpróbált alkohol tilalmat bevezetni, még sehol sem sikerült. Igen? Figyelek? Igen, magyar. Most én egy iszlám országból jöttem ide, akkor is mondtam, de azt nem mondtam, hogy honnan jöttem. Mert rákérdeztem. Törökországból jöttem, több mint 30 éve Magyarországhoz, és két olyan kemény iszlám életben élő családnak az unokájaként jöttem. Az anyukám felől, apukám felől a nagyszülők. Nagyon nagy muzulmánok voltak, az anyukám úgy fektette, hogy balra feküdtem, jobbra fordultam, és akkor összes angyal jöjjön hozzám, ilyen mondakkal hallottuk el. Elég sok tévhit van Magyarországon az iszlámmal kapcsolatban, nem vagyok hívő, ezt is előre bocsátom. Az evési szokások az helyi konyhának a szájíze. Amikor én Magyarországra jöttem, iszlámhoz semmi közöm nem volt, ismerőseim engem Vörösposztakocsi alján egy helyet béreltek oda, mert idegenvezető voltam Isztambulban magyar nyelvű, és akik jöttek hozzám, ott ellátták, illetve vendégül látták, bocsánat. És mi volt az étel? Csülök. A sovány részéből egy kicsit ettem, de nem volt a szájízemre való, amikor először jöttem, de most például a szűzpecsényet imádom. És az étel ott nem volt az. Amiket mondott, nagyon jó, mert az ételek, italok
az életnek megvaló, élethez kellő dolgokat magyarázott a Korán, de helynek való. Narancsról tudunk a Koránban, aztán tudunk a banánról, de avokádóról nem tudunk a Koránban. Mert ott nem termel. Hogy Allah lát, nem lát, ezek tévhitek, olyan nincs, hogy este fogyasszák az alkoholt, ezeknek semmi köze hozzáig, ezek ilyen mennem mondanak, például egy másikat mondhatom, hogy hány testvére adják el a lányokat Törökországban. Ilyen, én elég öreg vagyok már ahhoz, hogy hallhattam volna, de még régi világban se volt ilyen, de eladták a lányokat, most is eladják a lányokat. Főleg az iszlám hatás alatt lévő részeken, a kurdok lakta területen, keleti török részeken, idős embereknek, nagyon fiatal lányokat eladják még mindig, de pénzért, nem a kecskéért. Úgyhogy igen, ezt Görögországban graumának mondják, nálunk a lány értékeként nevelik, de nem tudom magyar megfelelő szót erre, a baslik, a fejpénznek mondják. Úgyhogy ilyen tévhitek vannak. Az állatokról szólva is szeretnék egy-két szót mondani. Én nem tudom, hogy kutyát nem szeretik a muzulmánok. Törökországban nem láttam ilyet. De viszont macska egy szent állat. Azért, mert mikor imádkozott a Mohammed egyszer, és egy mérges kígyó meg akart márni őt, és macska jött és megfojtott a kígyót azért, a macska félszent állat, és bárhonnan dobunk, négy labra esik, és nem a 9 élet, ha már ezt magyarázták erre tudunkra, ennyit tudok arról. A másik meg pók a szent állat, félszent állat, az is nem szabad bántani a pókot sem, mert amikor menekült a pogányok elől, tehát amikor a hicsra volt, tehát amikor Mekkából Medinába távozott volna, egy barlangba bújt el az üldözője elől, és rögtön egy pók a barlang szájába egy hálót szőtt, és úgy néztek, itt nem lehet, mert ott a háló, és ezért szent állat a pók is. Egyelőre ennyit tudok mondani ezekről a romokat. Köszönjük szépen! No, igen. Én azt szerettem volna megkérdezni, hogy a muszlim nők nem járhatnak teázóba, majd mindjárt erről nem jár, nem, igazából, ugye ez majd a következő lépés lesz, ugye ez a nők helyzete, igazából a kifele a világ fele a férfi képviseli a családot, és a hölgyek pedig inkább ugye az otthonnak az irányítói, és így alakult ez ki. De nem egyszer láttam olyat, hogyha mondjuk egy család megszomjazott, akkor leültek, és a gyerekek is, de ők, tehát mint ahogy nálunk a barátnők összejárnak, és akkor elmegyünk kávézni, ez a rész kevesebb, mert akkor ők egymáshoz mennek inkább. Tehát, hogy ezért nem. Igen? Engem az étkezési etikett érdekel, amikor közösségben étkeznek, akkor milyen szabályokat kell betartani, mire kell adni. Jó, tehát ugye az étkezésnél, ugye ami már eleve furcsa lehet, hogy legtöbb helyen normálisan az, ami, hogy mi leülünk egy szép terített asztalhoz, ez a magas asztal, ez náluk kevésbé van, hanem általában ugye a földön párnákon ülve, vagy ilyen kisebb, alacsonyabb sámiszerűségeken ülve szoktak étkezni, vagy egyszerűen csak szőnyegeken, és szoktak kitenni olyat, amit mi talán asztalnak mondanánk, ahova ugye kitálalják az ételeket, de már ez furcsa lehet, hogy nem úgy, tehát nekünk kicsit kényelmetlen az, amikor le kell ülni mondjuk törökülésbe, és akkor ott úgy étkezik az ember. A másik nagyon fontos dolog, hogy melyik kezünket használjuk. Ugye általában kevésbé, tehát egy hagyományos, egyszerű családnál kevésbé használják az étkészleteket. De mondjuk ettől nagyon nem kell meglepődni, mert ugye ez a spanyol etikettel jött be eleve Európába is, tehát Mátyás korában nem nagyon használtak evőeszközöket.
Tehát, hogy ez nem olyan, nem kell, hogy nagyon furcsa legyen, csak nálunk már olyan meghatározó. És ugye van két kezünk, ugye a jobb kéz az, amivel ugye a tárba lehet nyúlni, a bal kéz az ilyen szempontból tisztátalannak számít, és azt, azzal nem nyomunk az ételhez, úgyhogy köszönöm a kérdést, mert ez például egy fontos dolog, hogy csak ugye a jobb kezünket használhatjuk akkor, amikor a tálból veszünk. És általában közös tálból esznek. Tehát, hogy ki teszik az ételt középre, és abból mindenki magának vesz. És igazából ugye nagyon fontos dolog, hogy itt is azért a kézmosás, ami nálunk sokkal később terjedt el, azért ez egy általános dolog volt, hogy tiszta kézzel nyúljunk az ételhez. És igazából a másik fontos dolog, hogy talán azt mondani, hogy én nem kérek, és meg sem kóstolom, az is egy a másiknak az elutasítását jelenti náluk. Tehát én volt, amikor azt sem tudtam, hogy mi lehet az, amiből ettem. Finom volt egyébként, de igazán nem volt, hogy mi. Hát, hogyha az edénynek a kinézetét megnéztem volna, nem igazából az ANTS előírásoknak felelt meg. De nem ezt kell nézni, hanem hogy jó szívvel kínáltak meg. Vadidegenként leültettek. Volt olyan, amikor tehát tudtam azt, hogy ez most a Nílus csatorna vízből készült, de volt. Első alkalommal nem voltam eléggé rutinos, és gyorsan megittam, hogy legyünk gyorsan túl rajta, ami még forró, hát teljesen fölforrt a víz, nagyban nem lehet. Azon nyomba hozták a másik. Ez szóval ember nem maradhat. És aztán szépen rájöttem arra, hogy szépen finoman kortyolgatva jobban járok ezeknél a dolgoknál. De a másik, hogy akár az öltözködést nézzük, akár az étkezésüket, vannak leginkább a kint járó turistáknak pont azért tévképzeteik, hogy ők nem tiszták. Pedig ez messze nem igaz. És annyi, tehát én nem tudom, hogy lehet mondjuk abban a városi smogban mondjuk egyáltalán ruhákat teregetni, de mindenhol a tiszta ruhák száradnak. És folyamatosan tisztítják a dolgaikat. Az, hogy bizonyos víz és minden egyéb által terjesztett betegségekkel még nem minden esetben vannak tisztában, ez meg a felvilágosítás hiánya. Tehát, hogy így gondolom, nem tudom, hogy ilyenre gondolt-e. Erre is többek között persze. Mert van valami más még? Mert akkor inkább az, hogyha leülünk egy ilyen társaságban étkezni, akkor mire figyeljünk oda? Mi az, ami számunkra sértődik? Most egy választ kaptam az, hogy nem utasítsuk őket vissza, mert az egy nagy sértés. Én ilyesmire gondoltam, amikor kérdezem. Ami még, és ez már egy kicsit átvezet a másikba, hogy ne lepődjünk meg azon, hogyha a hölgyek felszolgálják az ételt, de nem ülnek le velünk együtt. A másik fontos dolog, hogy már az ismerkedésnél is nálunk nagyon gyakori az, hogy mondjuk két házaspár találkozik, és akkor mindenki puszi-puszi mindenkinek. Na most hát, ha egy muszlimnak a feleségétnél megérkeztem a vendégségbe, és éppen felszolgálja az ételt, és én mindjárt odaugrok, bármint férfiként, és puszi-puszi, hát az mondjuk azért eléggé komoly bonyodalmakat keverhet. Igen? Én voltam egy vendégségben, az egyik ex-férjem az muszlim. Akkor nem nekem kéne tartani az előtt. És mi elmentünk egy vendégségbe, először akkor voltam. Nem vettem észre, hogy a nők a konyha felé mennek, a férfiak a szoba felé. Én is bemasíroztam a szobában, néma csönd volt. Amikor kezet fogtam az egyikkel, akkor a férjem megrángatott, hogy fontosom a férfiakat. És amikor elkészítettük a kaját és bevittük nagy tálcába, akkor mi kimentünk a konyhába, és megvártuk a maradékot, és kinn a konyhába állva megettük a maradékot. Ez volt az első sikors, amikor oda mentem. A másik ez, hogy ezt, hogy nélkül lesznek azzal a kenyérszerűvel,
70. születésnapon arab étteremben voltunk, lányom megjegyezte, még soha nem ettem pörköltett palacsintával. Ilyenek voltak, és volt vendégünk Magyarországról, aki ha bejött a szobába, a férjem kiment, egy szót nem szólt hozzá, ez volt az összes. Amikor a nő elmesélte, hogy ez Nürnbergben van, képzeljétek, találtam egy olyan jó karkötőt, felpróbáltam, elfelejtettem visszaadni, és hazajöttem vele. Attól kezdve puszipajtás volt a férjemmel ez a nő, és utána, amikor kérdeztem, hogy miért, hát ezt nem kell tisztelni, ez lopott, ezzel azt csinálok, amit akarok. Jó, ez majd még igen, én most itt konkrétan az étkezési szokásokra gondoltam, tehát még ezt a férfinő kapcsolatot, ezt még nem igazából. Nem igazából tértem erre rá, de ezek mondjuk fontos dolgok, hogy nem fogunk kezet, és már majd mindjárt, mert ez azért egy eléggé érzékeny pont itt, hogy a nőknek a tiszteletéhez mi kell egy muszlim férfi számára. Tehát, hogy ez is az, hogy külön étkeznek, igaz, hogy ha a férfiak meghívják azt a hölgyet és úgy ül le, étkezni, velem ez eléggé sokszor előfordult, akkor ebből kevésbé vannak bonyodalmak. De én nem erőltet, hogyha nem hívnak meg, ha nélkül ülnék le, az egy másik helyzet. Tehát, hogy nekem ilyen szempontból kellemes dolgom volt, mert én voltam a... Tehát én bemehettem a nőkhöz is, meg a férfiak is sokszor elfogadták azt, hogy ott vagyok, tehát hogy mind a két szempontot így sokkal inkább láttam. De az csak azért, mert vendég volt? Igen, vendég volt, így van. Azt szeretném kérdezni, hogy ugye azért az országok nem ugyanolyanok, hogy az országok nem ugyanolyanok, hogy Szaúd-Arábia. Nem ugyanannyira tartják be az összes előírást. Ahogy haladunk a korral előre, folyamatosan azért változnak dolgok. De vannak olyanok, akik minden egyes hagyomány. Biztos van olyan muszlim család, ahova meghívnának. Én hiába a férfiak hívtak meg, akkor is csak a nők között lehetnék. Tehát ez tőlük függ, hogy ők invitálnak engem oda, vagy sem. Ha nem, akkor nem ülhetek le közéjük. Tehát, hogy ez... Azért nagyon sokat változott a világ, majd itt a nő férfi kérdésnél azért, ha megnézzük, mondjuk 300 évvel ezelőtt nem igazából kezelték a keresztény világban sem másként a nőket. Csak itt van, tehát itt volt egy felvilágosodás, meg utána lesz egy szüfrazsett mozgalom, ott nem. Tehát, hogy ezek, vagy itt egy-két példát mondanék is a későbbiekben erre. Igen? Igenek. Ne arra mondjam, nem tudom sajnos a neveket, úgyhogy... Én azt szeretném megkérdezni, hogyha mondjuk egy nagy család leül ebédelni, mondjuk nagyszülő, hogy ott is betartják azt, hogy a legidősebb vesz először az ételből, vagy... Ezeket betartják. Hát ezek olyan szokások, amik a tisztek. Miért? Általában, hogyha összeül egy nagy család nálunk, akkor nem a legidősebbek azok, akik először vesznek? Hogyha egy hagyományos család van? Ja, hát az, hogy... hát akkor már nálunk is milyen változások vannak. Igen? És hogyha viszont ott van egy vendég, aki nem idősebb, mondjuk a legidősebb családtagtól, akkor a vendégszed először, vagy pedig át kell adni ezt nem, a... Nem, ez nagyon szépen úgy történik a legtöbb esetben, hogy a házigazda az kiveszi a legfinomabbnak tűnő falatot. Tehát nem én veszem ki, hanem a házigazda, és ő kínál meg vele. És ezzel azt a tiszteletet adja meg nekem, ami a vendégnek jár. De nem én szedek, tehát nem én szedek, hanem ő kínál meg engem. Tehát, hogyha egy hagyományos, a szokásokhoz ragaszkodó családnál egyértelműen, hogy az első és legfinomabb feladatot azért adja oda ő a vendégnek. De ez a házigazda joga. Ezzel valahol nagyon tiszteletben lévő személynek érezheti magát az, akinél ez megtörténik így.
Van-e még kérdés? No, hát akkor lépjünk tovább, azt hiszem ez lesz a legparázsabb vitát vagy beszélgetést kiváltó rész, ugye a nők helyzete az iszlámban. Az első fontos kérdés, hogy mihez képest? Mert Mohamed azért szabályozta, akár a jog részénél nézzük, akár a Koránban is, nagyon komolyan a nők és férfiak viszonyát, mert a korábbi beduin társadalom, nem is biztos, hogy csak beduin, tehát a törzsi társadalomban a nőknek semmilyen komoly tisztelete nem volt. Adni benni lehetett a hölgyeket, és bármikor eldobhatta a férfi magától. És hogy ez ne következzen be, ezért indult el ennek Mohamed által a szabályozása. És hogyha azt nézzük, hogy az iszlám megjelenése után jobb helyzetbe kerültek-e a hölgyek, mint előtte az arab világban, az arab félszigeten voltak, akkor egyértelműen azt lehet mondani, hogy ezeknek a szabályoknak a felállításával, mondhatjuk azt, hogy törvényerőre emelésével sokkal jobb helyzetbe kerültek a korabeli nők, mint amilyen előtte volt a helyzetük. De itt azért a szabályozás nagyon egyértelmű volt, hogy például akár egy tanúságtételnél is kétszer annyit ért egy férfinek a szava, az iszlám jog szerint is, ugye a saria szerint is, mint egy női. Ebből ugye szépen le lehet vonni azt a következtetést, hogy a férfi az egy felsőbb rendű vagy nagyobb tiszteletet élvező személy volt. De igazából, hogyha megnézzük, akkor inkább egy úgynevezett munkamegosztás alakult ki, és amit az előbb is említettem, hogy a családnak a képviselete a nagyvilág fele az a férfi feladata, tehát inkább megosztották a feladatokat, még az otthon tehát az otthonon belül, ott viszont a nőnek van meghatározó szerepe. És ugye belegondolunk, hogy a középkori Európában nagyon nem volt más ez a helyzet. Ugye a férfiak voltak azok, akik kifele képviselték a családot, a nők pedig otthon az otthon melegét, ugye a családnak a megtartását, ezt tartották fő feladatnak. Mikor változott nálunk alapvetően, ugye ez a helyzet, hogy ez főként az ipari forradalom után a nőknek a munkába állásával változott meg alapvetően. Ilyen változás viszont mind a mai napig a muszlim világban nincs. Most már rengeteg nő dolgozik, és kimegy kísérő nélkül az utcára, mert ugye normális esetben ugye a háznak az elhagyásához ugye a férfinek az engedélye szükséges lenne. De valószínűleg belátják azt, hogy ketten tudják a családjukat fenntartani. És akkor egy olyan kérdés, ami ugye nagyon sok férfinek és hölgynek egyaránt izgatja a fantáziáját, ugye ez a muszlim férfinek ugye 4 felesége lehet. Ugye itt a múltkor ezt érintettük, hogy ennek azért voltak történelmi okai is, amiért ez kialakult, de mindenképpen ugye ez olyan furcsa számunkra. De azt gondolom, hogyha megnézzük ezt a kérdést, egy nagyon érdekes helyzet van, hogy pontosan meghatározott az, hogy hogyan kötik a házasságukat, és a feleségek közötti egyenlőség kérdése is egy érdekes dolog. No, hát akkor először is, ugye a házasság, és akkor visszatérnék ide egy kicsit, hogy honnan is indul ez az egész. Ugye a házasság kötésnek a muszlim világban azért megvan egy eléggé megszabott rituáléja, mert hát, hogy igazából az iskolákban is, még mind a mai napig egy-két koedukált iskolától, amik általában inkább külföldi által fenntartott iskolák, vagy alapítványok által fenntartott iskolák, mind a mai napig a lányokat és a fiúkat külön veszik és külön tanulnak. Tehát nem ülnek le egymás mellé a lányok meg a fiúk. Miért is?
Azért, mert féltik a lányoknak ugye a szüzességét, a tisztaságát, és ez ugye ez nem elfogadott igazából náluk. És ugye ennek voltak eléggé komoly következménye is, ugye amikor Afganisztánba bevonult a szovjet hadsereg, villámgyorsan koedukált iskolákat csináltak, majd pedig amikor a lányok hazaértek, a saját apjuk nem egyet hát meggyilkolt azért, mert úgy gondolta, hogy tisztátalanná vált a lánya. Tehát, hogy ők ezt komolyan gondolják, hogy a férfiak és a nők közötti kapcsolattartás az meghatározott keretek között folyik. De ha belegondolunk, a leánykérésnek nálunk is megvannak a folyamatai. Az, hogy most mindenféle forrás megvan arra, hogy fiúk és lányok ismerkedjenek, és az sem furcsa, hogy mondjuk leszólít valaki egy lányt az utcán. Hát, ettől azért óvnék mindenkit, hogyha kimegy az ember egy muszlim országba, és nagyon megtetszik neki a hölgy, akkor nem biztos, hogy azon nyomban a kezdeményezés az egy szerencsés dolog lehet. Hivatalosan már egy-két ország kivételével megtiltották a vérbosszút a törvények, de valamilyen formában úgy van ez, hogy ha az apa, mert valaki megsértette a lánya tisztaságát, mégis hát vérbosszút követel, a helyi rendőrség nem mindig szokta megtalálni az elkövetőt. Ennyi. Tehát, hogy ez például egy olyan dolog, amire azért érdemes odafigyelni az ismerkedést. No, hát házasságkötés, és ugye a nőknek így kialakul a helyzete. Ugye az, hogy a muszlim házasság kötés előtt az ismerkedési folyamat szépen precízen le van írva, tehát hogyha egy, akár egy esküvőn, ahol azért férfiak is és nők is jelen vannak, egy fiú szemet vet egy lányra, akkor az első lépés az, hogy megkeresi a lánynak az édesapját. És így indulhat meg egy ismerkedési folyamat. Első három ilyen ismerkedésnél a lány általában még csak a háttérbe ül, és az apa beszélget a fiatalemberrel, és ez a beszélgetés, amit legtöbbször a lány is hall, de vannak olyan családok, ahol az első alkalmakon még csak az apa és a kérőjelölt az, aki találkozik. De utána megbeszél a lányával, hogy tetszene neki ez az úriember vagy sem. Ha igen, akkor már, mint ahogy régen voltak nálunk is a gárdadámok, hogy találkozhatnak, de felügyelet alatt. És ezek után jön az a lépés, amikor, ha a fiú is és a lány is hajlandó lenne a házasságkötésre, akkor ugye hát itt a családok megállapodása megtörténik, és bizony a házassági szerződés az egy nagyon-nagyon fontos lépés a muszlim jog szerint. Mégpedig a házasságkötésnél megvan a hölgynek a hozománya, és erre vannak magyar szavaim, tehát hogy ez nálunk is létezett. Tehát megvan az az összeg, amit első alkalommal a házasságkötés után a férfinak ugye le kell tenni azért, hogy a hölgynek a biztonsága meglegyen. És ami óriási változás volt az arab világban a Mohamed után, hogy ez a jegyajándék, és a későbbiekben a második nagyobb részlet is, az a hölgynek a tulajdona. És azt az alatt, ha esetleg válásra kerülne a sor, azzal a hölgy rendelkezik. És Mohamed ezzel biztosította azt, hogy ne, hogy mondjam, eszközként kezeljék a hölgyeket, hanem a biztonságukról gondoskodjanak. Általában, hogyha, és akkor most egy kicsit csapongva vagyok, és ezért elnézést kérek, hogyha válásra kerül a sor, akkor az a hozomány, amit ő kapott, az egyértelműen az ő tulajdona.
Tehát az azért van, hogy a hölgy biztonsága meglegyen. Sőt, ugye azt gondoljuk, hogy a férfi az könnyebben elválhat a muszlimok között, mint ahogy nálunk történik ez. A nőnek meghatározó dolgok kellenek ahhoz, hogy ez megtörténhessen. És egészen addig, amíg nem talál másik férjet magának, a férfinek gondoskodnia kell erről a hölgyről. Tehát már nem a felesége, de mivel hajdanán elvettem feleségül, nekem kell gondoskodni egészen addig, amíg esetleg újra férhez nem megy. És ez egy olyan biztonság a hölgyek számára, ami az egzisztenciát jelentheti a számukra. No, tehát a házasság kötésnél ez a szerződés ez egy nagyon fontos dolog. És amikor én tanárként a diákok fele beszéltem erről a házassági szerződésről, akkor mindig azt mondtam, hogy ami abban szerepel, azt mind a két félnek be kell tartani. Tehát például, hogyha innen valaki a muszlim világba férhez menne egy úriemberhez, lehet, hogy itt kötik a házasságot, de amint oda kiérnek, az ottani jó érvényes rájuk, akkor legyen benne az, hogy neki van joga, és a gyerekeinek is van joga ahhoz, hogy hazautazhassanak mondjuk a szülőkhöz. Ha ez benn van, akkor a férfi semmit nem tehet, akkor a gyerekével együtt hazautazhat a hölgy, és itt viszont már az itteni törvények vonatkoznak rájuk. Tehát ezzel való hölgy bebiztosítja magát, ugye rengeteg olyan film van, ami lányom nélkül soha is ehhez hasonló történetet, amit gondolom sokan ismernek, hogyha egy olyan házassági szerződés van, amiben az szerepel, hogy a hölgynek joga van akár tanulni, akár útlevélhez, akár a gyerekeivel utazni, akkor ezt be kell tartani a férfinek. Tehát a házassági szerződésnek sokkal meghatározóbb a szerepe a muszlim világban, mint náluk. És itt ezeket érdemes nagyon átgondoltan megtenni. No, megtörtént a házasságkötés, az apának joga van megtudni azt, hogy hanyadik feleségként szeretné ez a férfi magához venni az ő lányát. Utána? Nem, még mielőtt a házasságkötés megtörtént, bocsánat, elnézést, nem voltam értető. Tehát tudja azt, hogy első feleségként fog a házasságkötés megtörténni, vagy esetleg ő lesz a negyedik feleség. És csak akkor történik meg ez a házasságkötés, hogyha a hölgy beleegyezik abban mondjuk, hogy ő legyen a negyedik feleség. Tehát akkor ez egy tiszta dolog. A későbbiekben ez a sok feleség kérdés, majd erre még egy kicsit, de csak hogyha már itt tartunk, akkor erről egy-két gondolat. Aki az első felesége volt egy muszlim férfinak, tőle megkérdezi a férje, hogy vehet-e maga mellé másik feleséget. Ez egy nagyon fontos dolog. Csak azért, hogy azokat a tévhiteket, hogy csak eszközként kezeljük a hölgyet, azért ezen egy kicsit árnyaljuk. A nőnek joga van, egy pillanat mindjárt is akkor. Nőnek joga van azt mondani, hogy igen vagy nem. Ha azt mondja, hogy nem, akkor a férfi elválhat tőle, hogyha ő azt a másik feleséget is szeretné. De ugye a korábbiakban, amit mondtam, az eltartási kötelezettsége megvan a hölgy fele. Viszont abban már a hölgy nem szólhat bele, hogy ki legyen ez a második feleség. Tehát ő rábólintott, hogy igen, akkor az, hogy ki lesz a második, vagy a harmadik, vagy a negyedik, is csak az első esetben van kérdés. Tehát a második után már nincsen. Tehát ugye ezek azért érdekes dolgok, de ezek nagyon szépen a jobban meghatározott keretek között történnek. És akkor most figyelek a kérdésre. Van a kérdésem, hogy az első feleségre tartozik ilyen jogokkal, vagy az összes feleségnek van beleszólása? Hát az első feleség onnantól kezdve a második már úgy jött, hogy nem egyedül volt, tehát innentől kezdve nincs kérdés. Ő már akkor ezzel tisztában volt. Igen? Én első feleség voltam,
Igen, és mi rendesen elváltunk Németországba, úgy jött a másodikat én szereztem meg, külön nem tudtam volna levakarni. Szerencsém volt, hogy volt annyi eszem. No, hát akkor azért vannak itt érdekes dolgok itt az emberi kapcsolatokban. Na, a fiainkat azt nálam hagyta, úgyhogy az nem volt probléma. Ami neki volt meglepetés, hogy már 15-20 éve jött Németországban, és ő azt hitte, hogy Jemenben minden úgy van, mint amikor onnan eljött, és amikor a második feleség kihívatta rá a rendőrséget és elvitette, akkor meglepődött, hogy itt a nők ezt csinálják. Aztán jött a harmadik feleség, most tart a negyediknél, és a vállás, amikor nekem Németországban azt mondták, hogy ő náluk annyi a vállás, hogy a férfi ráteszi a vállamra a kezét, és háromszor azt mondja, hogy eltaszítalak magamtól, és ezzel ő el van válva. A nőnek viszont meg kell indokolnia, hogy az ágyba egy nulla, vagy üdös a szája, nem tudtam vagy üdös a szája. Ez a két indok, ez köszön el lehet párni. Hát azért nem csak ez a kettő, azért van egy-kettő, de igen, akkor a... És most viszont állandóan hívogatnak a felesége, mert őnek itt még az van benne, hogy én voltam az első. De Jusuf, a Jusuf vett a, mit tudom én, kicsoda a harmadik feleségnek egy kendőt, és nekem nem vett semmit. Ez a más, ezzel azért még, ha nem egyformán bánik a feleségekkel, akkor ez is lehet vállókuk. És most megjött a nyolcadik gyerek, a muszlimok majdnem, hogy kitagadták a Jusufot, mert a gyereknek Mária a neve, és nem Mirjam. Úgyhogy azok után Jusuf és Áden és Jászin és Éliász és a többi, Ahmed, ez itt rendben volt. És a mások nem ismerik a vezetéknevet. És ilyen hosszú, egész hosszú nevük van. Hát az én fiaimnak is ilyen, hogy Jusuf Áden Fara és Áden Áden Fara. Ezek után minden összes gyereknek Áden Fara lett a familiám náve. Úgyhogy egy kicsit bonyolul. Hát ez van. No, hogyha több feleség van, mi a helyzet? Nagyon fontos, hogy ennek vannak anyagi vonzata is. Ugyanis nem csak, hogy külön szobát, de külön lakrészt kell annak a hölgy, tehát ha jön egy következő feleség, akkor kell egy külön lakrész, ahol ő élhet, tehát mindenkinek megvan való a személyes életere, ezt szeretem volna ebből kihozni, és ennek azért komoly anyagi vonzatai vannak, hogy mindenkinek egy kicsit saját életteret ki lehessen alakítani, ezt csak a jobb módúak tudják megtenni, vannak anyagi kihívások. A másik nagyon fontos anyagi rész, hogy nem teheti meg a férj azt, hogy nem egyformán bánik anyagi tekintetben is a hölgyekkel, és hát ez azért egy kihívás, mert ugyanazok. Tehát nem lehet az, hogy csak az egyik feleséget ajándékozom meg. Ha ajándékozni szeretnék, akkor mindenkinek hasonló értékű ajándékot kell nekem adni, ami nem egy könnyű kihívás anyagilag. Tehát ez például, hogyha nem egyformán bánik ilyen jelleggel a férj, akkor ez is lehet egy olyan dolog, ami a válásnak, a nő részéről kezdeményezett válásnak az oka lehet. És hát akkor most lehet, hogy ez egy kicsit sikamosabb terület, de hozzátartozik az élethez. Az egyenlőség az nem csak anyagi vonatkozásban van meg, hanem az éjszakák is fel vannak osztva a hölgyek között. Tehát nem teheti meg az sem egy muszlim férfi, akinek négy felesége van, hogy nem egyenlő szexuális szolgáltatásokat nyújt a feleségek fele, nem tudom ennél finomabban mondani. Tehát nem lehet kedvenc feleség, mert vannak olyan kultúrák, ugye Kínában is volt egy darabig, van a kedvenc feleség, és akkor ő minden, a többiek pedig háttérben vannak szorítva. Ilyen szempontból is ott van az egyenlőség. Ugye ez is, hát ez 20 évesen még kevesebb kihívást hordoz. És akkor pont a többi. Ugye az iszlám az általában középszintű érettségit étel egyébként Magyarországon, mind a mai napig. Nem én találtam ki, semmi közel nincs hozzá, de az. És amikor én egyszer erről tanultottam, és mondom, most mit szólsz a négy feleséghez, mert hát az anyagot a számtalulta meg a fiatal ember, és azt mondta,
Hát, nem bírnám én azt a mellőt. Ez volt a 17 évesen, tehát hogy nem véletlen, és akkor ez most nem ide tartozik, inkább nem is mondom. Tehát a potencia növelő szereknek nem véletlen, hogy elég nagy keletje van a muszlim világban. Bocsánat. Mert ugye azért ez komoly kihívás. No, és akkor ugye itt jöhetnének kérdések. Tudná a hölgyek közül bárki olyat mondani, most először én kérdezek, és aztán utána léphetnék tovább, ami előny lehet, hogyha négy feleség van egy családban. Tehát, hölgyek, mi lehet az előny? Igen? Lehet osztani a gyerek felügyeletet. Be lehet osztani a gyerek felügyeletet, igen? Felügyeletet. Mosogatás. Mosogatás, igen. De azt mondom, hogy sinekes egy konyhama, vagy ilyenkor mind a... Hát általában azért együtt főznek, tehát egy normális családban, akkor ezek azért közösen működnek, közösen nevelik a gyerekeket, sőt pont a gyerekeknek a hasonló helyzete miatt, hogyha egy időben születnek gyermekek, akkor nagyon gyakran egymás gyerekeit szoptatják az anyák. Tehát ugye ez is előfordul, mert ugye hát akkor egészen más viszony alakul ki ugye a nők és a gyerekek között is. Igen, tehát meg lehet a gyerek felül egy gyerekek mosogatást, házi munkát osztani. Szerintem ez az egész így tisztítani a kis részleteket, hogy több szabad ideje van. Például otthon a családon belül ez a munkamegosztás egyébként nagyon sok helyen jobban működik, tehát igen, más esetleg. És mit kezd a szabad idejével, ha többen mit tud vele kezdeni? Hogyha nagyon ragaszkodunk csak a hagyományos dolgokhoz, akkor azt lehet mondani, hogy akár pihenéssel, vagy akár tanulással is tölthetne az idejét, majd mindjárt erről kicsit később a tanulásnak a szerepe az iszlám világban. De azért nagyon kevés helyen van már annyira megkötött élet, mondjuk Szaúd-Arábiában biztos így van, hogy a nők nem léphetnek ki a házból a férjük engedélye nélkül, vagy férfi kísérő nélkül. De ha már van egy nagyobb fiúgyermek, akkor az a fiúgyermek kísérőnek számít. Tehát, hogy azért nem, tehát a legtöbb családban nem is működne. Férj dolgozik, egyébként most már nagyon sok helyen a nők is dolgoznak, tehát épp úgy dolgoznak, akkor ki kell lépni a otthonról. De épp úgy élik a nagyvárosokban inkább a mindennapjaikat, és közlekednek az utcán, mikor vásárolna be a hölgy, hogyha nem léphetne ki a házból. De ez miért szabad idejét tevékenység? Ja, bocsánat, szabad. De épp úgy elmehetne fodrászhoz, bármi egyébet csinált, elmehet a barátnőkhöz beszélgetni, na most ez egy normális családban megbeszélés kérdése. A férj engedélyt adott rá, akkor mehet. Na most, valljuk őszintén, biztos, hogy meg lehet akadályozni azt, amit egy nő igazából akar. És ott van mellett a családi béke kérdése. Akkor hadd kérdezem meg az urakat, milyen előnyei lehetnek a négy feleségnek? Látom, itt kevésbé a hajlandóság erre, igen? Igen? Mondja, igen. Elsősorban az iszlám. Iszlám meg nagyon nagy téma, főleg idegen vallású emberek számára. Nagyon sokat kell beszélni róla, de itt múltkori adáson is kérdeztem a több nejűség, hogy egyenlőséghez figyelmesen, gondosan odafigyelt, hogy egyenlőség legyen a társadalomban a Mohamed, de nőknek nem adott több férjet, a férfiaknak adott több feleséget, és én nem négyről tudok, hanem többről, mert az iszlám szerint, ha egy nővel ágyasa is legyen egy muzulmánnak, azt iszlámmal kell tennie, mielőbb lefekszik vele. Muszlimmal, igen. Muszlimmal kell tennie. És mint tudjuk, a legnagyobb muszlim az a kalifa, ugye, a Muhammednek a képviselője, a profétának a képviselője. Azok voltak a feleségei, állítólag hivatalosan, akik
gyereket adtak neki, és azon amellett volt egy hálem, ahol kedvencek voltak, azokkal is feküdt, főleg azokkal. Fiatalabbak voltak, válogatottabbak voltak, nem csak adott országban, hanem különböző országokból, ahol járt a hadsereg, hoztak a hálemet. És hogy ezt én is úgy mondtam el, amikor kék mecsetbe Isztámról beszéltem a turistáknak, de most például Magyarországon látom, hogy több nő van, mint férfi. Itt is lehetne ezt ezzel bevezetni, de hogy előnye a férfiak részéről, meg egy dolog, ami nagyon érdekes számomra, mint tudjuk biológiailag a férfiak, ahogy idősödnek, nem bírják annyira, mint a nők, ugye? Akkor négy feleség, hogy bírok négy feleséggel? Potenciál nevelő szel ide, szel oda. Nem tudom, hogy igen, mennyire igazságos ez a magyarázat erre. Ez most előny volt, vagy hátrány? Mert most ezt végén nem értettem. Ez férfiaknak nem a nőknek előny, férfiaknak előny ez, mert akkor feleségem muszáj beleegyeznie, mert gyakorlat más az ideológia, illetve a szabályok mások. Hát már 60 éves vagyok, minek nekem 55 éves feleség, akkor egy vagy esetleg egy 20 éves, igen. Ja, ugye? És előny. Ez nőknek mi az előny? Ezt nem értettem az egészből, hogy a négy feleség. És a gyakorlatban én azt láttam. Én körülöttem nem volt ilyen, mert én a Törökországnak nyugati részéről származom, de tudom, hogy a nő kénytelen volt beleegyezni a második, vagy elválnak, harmadik, negyedik. Elválás is nagyon hatványos a nők számára, én amit tudok, mert azt mondja, ahogy ő is mondta másképp, azt mondja az iszlám férfi egy nőnek, üres legyél, üres legyél, üres legyél. Szó szerint fordítottam, nem tudom, hogy ezt hogy kell mondani. Bos, 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 az a válás is bosanma. A bos, az üres, az, hogy ha háromszor ezt mondja egy férfi, akkor már el is vár a nőtől. A tartási kötelezettségi ezzel nem szűnnek meg? Igen, arra is szeretném kérni, tartás nem, hanem ha a nő ugyanúgy viselkedik továbbá is, mint a felesége lenne, nem megy férhez, nem csinál semmit, akkor igen, ellátja valahogy a férfi. Viszont hozzam a többi is, miután már házasság megtörténik, azok a férfi úgy gazdálkodik vele, ahogy szeretne. Gyakorlat teljesen más. A jók szerint nem. Gyakorlat teljesen más. Még egy dologra szeretnék, az én, amit tapasztaltam, azt arról is beszélnek két szót, hogy nőkkel nem érintkezünk. Ugye férfiak nőkkel ne érintkezzenek, az nem egy dolog. Ez a saját nőikre vonatkozik, a muszlim embereknek. Nézzük meg itt, akik dzsámiba járnak muszlimként a Magyarországon, hogy viselkednek a magyar nőkkel. Jó, majd erről mindenkor. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert itt azért az öltözködésről még nem volt szó, hanem mindjárt itt a nők helyzetéről beszéltem. No, azért ugye részben, igen, figyelek. Köszönöm kérdezni, hogyha a nő válik el, akkor is van eltartási kötelezettsége a férfinak? A hozomány az éppen vonatkozik rá. De ez tényleg csak ilyen esetekben lehet, hogyha az egyenlőséget a férfi nem tartotta be, vagy amit a hölgy is mondott, hogyha nem tudja teljesíteni a férfi kötelességét. Tehát akkor az eltartás csak akkor van, hogyha a férfi dönt úgy? Nem. Nem. Az eltartás, tehát hogy, bocsánat. A hozományát viheti magával. A hozomány az nem eltartás. Jó, bocsánat, az eltartás, hogyha nő válik el, akkor már nincs meg. Az nincs az a kötelezettség, igen? Hát nagyon sok helyen úgy csinálják, hogy a hölgy, ugye mi szokott lenni a hozomány? A férfinek a vagyonának valami része, akár lehet föld, akár lehet ház, vagy valami olyan vagyontár. Van az első típus, mondanám így, hogy jegyajándék, ami a kisebb rész. Azt általában a nők eleve úgy kapja meg, nem véletlen van még egy szegény faluban is, hogy egy csomó ékszer van a hölgyön, mert az az övé. A többi rész
A többi rész az, ha nem válnak el, akkor nem számít, mert akkor arról közösen gondoskod. Tehát amíg a család együtt van, addig arról közösen gondoskodnak, viszont ha a későbbiekben válásra kerül a sor, akkor azt kiérti magával a hölgy. Ki kell fizetnie a férfinak, vagy azt, amit megígért, azt oda kell adnia. Igen? És van bármi olyan, hogy mondjuk gyanulán azt mondja a első feleség, hogy nem lehet, és akkor a férfi masírozik, mert azért eléggé elmenősek a muszlim férfiak, és hogyha akarok, akkor azért rámennek, és mondjuk júliusban újra megkérdezés, akkor azt mondja, hogy igen, vagy a gyanulán azt mondja, hogy nem, akkor az így. Mármint, hogyha az először nem egyezik bele a hölgy, akkor el fog válni tőle a férfi, hogyha ő szerelmes és szeretne egy másik feleséget magához meg. És amúgy ezt nem remélem, hogy így lehessen válni, hogy akkor neki már két feleség van, hogy van három, és azt már négy. Igen. Hogy így akkor lehet azt mondani, hogy januárban nem, azt mondja a feleség, hogy nem, de a férfi az így kitartott, hogy újra megkérdezi júniusban. Hát biztos, hogy van erre példa. Az a kérdés, hogy ő el akar-e válni ettől az első feleségtől, vagy ezek már annyira emberi kérdések, hogy ki tudja. De akkor olyan nincs, hogy akkor egy válasz, és akkor... Hát ha utána a férfi elvált a nőtől, akkor az, hogy teljesen egyértelművé válik. De ha igen? Nem akar elválni a nőtől, akkor mi van? Tessék? Ha nem akar elválni a nőtől. Hát akkor nem vesz másik feleséget maga mellé. Ő is dönthet másként. De akkor is dönthet, hogy a nő akar, és ő nem akar egyáltalán. Mármint, hogyha a nő akar elválni. Nem, hát ez mi? Ezt akkor eldönti a kárdi, hogy mi a helyzet. Így van. Hát nálunk is, hát. Igen? És ne haragudjon, nem tudom, akik itt ülnek. Európában lehet, hogy feleség, vagy kiderülne? Hát nem derülne ki, mert hogyha otthon van mondjuk egy muszlim országban a feleség, akkor ez előfordul. Tehát itt úgy köti meg a házasságot, mert igen, itt nincsen nyoma annak, hogy lenne másik feleség, akkor ezt megteheti, mert nincs róla így ilyen. Az első feleség európai, és a másodikkal kintöpne házasságot arra. Ez épp, hogy a hagyományoknak a fölrúgását, hogy mondjam, inkább fordítva van, hogy az első feleség otthon van, és itt vesz magának egy másik, vagy itt lesz egy másik felesége, és a másodiknak már nem kell a beleegyezés, és nem tudja, ez elég gyakran előfordul. Hogy hazamennek anyus, a családhoz, és akkor kiderül, hogy ott már van feleség. És mikor Európán belül tud-e működni az, hogy két feleség, mondjuk két külön európai országban? Nem. Hát nem hiszem, mert itt viszont azért itt általában kiderül, de ott ez nem számít. Igen? Németországban kérnek egy igazolást először nőtől férfitől, hogy nem házas. Nem elég az, hogy házasodhat, mert mi úgy voltunk először. Mert azt mondják, hogy jaj, az országban házas. Nem házas. Ha van egy ilyen papírja, nem házas. Házasodhatni. Átjön Magyarországra, itt is ugyanúgy kérik. Tehát, igen? Két kérdés előtt felül, az egyik, hogy van a fogalmazásra? Hát hivatalosan a házasságkötésnek egyetlen egy célja van, az az utódoknak a létrehozása, tehát hivatalosan nincs. Nem véletlenül nincsen szexuális kapcsolat sem hivatalosan a házasságkötés előtt. Tehát, hogy ezt a szokások tiltják, és a fogamzásgátlás ilyen szempontból nem megengedett. De azért valljuk őszintén, hogy ott is a globalizáció egy csomó mindent hoz, most már ezekről mindenhol tudnak. Azt azért nem, arra nem esküdték meg, hogy nem szerzik be a hölgyek maguknak a fogamzásgátló tablettákat bárhol a világban, ahol tiltott dolog ott is. Igen? A másik kérdésem, volt szó arról, hogy az első feleség dönthet arról, lehet egy későbbi, és hogy az apa tudhat arról, hogy elsőnek vagy negyedik feleségnek veszi magához az ő lányát a férfi, és felmerül bennem, hogy milyen más előnyei van annak, hogyha kisebb számú feleség az ember. Tehát, ezen az egyenlőn kívül... Semmi.
Semmi, az összes többi egyenlőséget élveznek, tehát a többiben nem csak azért, mert ő már tudja azt, hogy a férfinek van felesége. Tehát ő ezzel, ha másodikként érkezik, beleegyezett, hogy a férfihez más is tartozik. Igen? Ő is eldönteti, hogy hozzáadja a lányát, vagy sem. Ezt eldönti. Ha a lányt nem viszi senki, akkor valószínűleg egy idő után örülnek neki, hogy meg... Már bocsánat, hogy ezt mondom, ezek nem emberi dolgok, ezek már nem vallási különbségek, de a férte, az apának a második feleségnél is ugyanazokon a procedúrákon van lehetősége keresztül menni. Tehát, hogy ő, és azért már legtöbb helyen a lányával, feleségével mindent megbeszélve történnek ezek a dolgok. Mert azért valljuk őszintén, négy feleséggel, kompromisszumok és beszélgetések nélkül békében egymással megtartani azért az nem egy egyszerű dolog. Igen? Bár egy olyan kérdés merült fel, hogy a történelemben ez a többnégűség általában arra szolgált, hogy az ellenzetek, akik nagyon sokat háborúznak, azok is fel tudják tartani a népességet. Így van, ez így. És ez a mostani állapotok között, ahol már ugye nincs egy halálozás, meg háború, és gondolom az aramoknál is ilyen 51-49 a nők férfiak aránya, hogy ott az van, hogy akkor egy, van egy férfiam, mondjuk egy nérdinek több felesége van, és egy csomó nőtlen férfi van? Hát nőtlen férfiak is lehetnek, épp úgy most már ezek másképp működnek. A muszlim világban is sokkal kevesebb olyan férfi van, akinek több felesége van. Tehát ez már nem olyan, hogy most minden muszlim férfinek négy felesége van. Ezt a lehetőségek hozzák, anyagi helyzet, bármi egyéb, hogy hány felesége lesz konkrétan egy férfinak. Vagy az akarat. Hogy legtöbb férfi azt szokta mondani, hogy nem, tehát a muszlim férfiak, hogy békét tartani egynél több hölgyel, hát az már... Tehát egyen is bőven elég, hogyha sikerül békét. Tehát, hogy a gyakorlati részek itt vannak, a lehetőség van meg. Nem kötelező minden muszlim férfinek, hogy négy felesége legyen. Hát nem kötelező, nem lehetség. Hát biztos úgy vannak magányos férfiak is, hát miért ne lennének? Igen? Annyival kiegészíteném meg, hogy azt nem tudom, hogy van-e olyan ország még a világon, ahol hivatalosan lehet elvenni egynél több feleséget. Mert az iszlám vallás szerint ez nem egy jogállam, hanem iszlám szabályai szerint működő állam volt, és akkor ott ezt Mohamed megengedte. Nálunk például ilyen nincs. Még idegenvezető korból, melyik mindig szokták magyarul kérdezni. Ha nem megvan még, mondom, több nehézség, ha elkapják, valakinek több felesége van, az meg is büntetik nálunk. Ha nem, ugyanúgy van, mint Magyarországon is, egy hivatalos feleség, azon kívül több felesége van, ha nem, úgyhogy ez sincs jelenleg. A másik az anyagi helyzet nagyon jó, mert ha manapság már anyagilag nem sok férfi tudja fenntartani egy olyan családot, ahol több nél legyen, viszont van egy társadalmi mentalitás és társadalom gondolkodásának a elmaradottsága miatt, ha egy nő nem tud fiú gyermeket adni az első feleség, akkor másodikba beleegyezik, hogy folyamata legyen a családnak. Ha második sem tud, akkor harmadik. De nem mindenhol ez sem. De ezek nem hivatalos házasságok, hanem beleegyezett házasságok. Hivatalosan csak egy van. Nem tudom, van-e olyan arab országban, ahol hivatalos. Hát ugye azért Törökországban itt azért az 1922 meg a Atatürk az azért világivá tette az országot, tehát ez egy más helyzet. Hát most menetelnek vissza fele. Hát ez egy, azt gondolom, hogy ebben most... Jó, mondj. Ebben nem, de az azért más szabályok szerint él, mert hogy ott tényleg mindent megtettek, hogy
külön válasszák az egyházat és az államot, vagy nem is így mondom, a vallást és az államot, hogy a pontos. Igen? A hölgy, nem tudom, valamit szeretném. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet a muszlimokkal és a homoszexuálisokkal? Mi a, hogy egy muszlim férfi lehet homoszexuális? Én azt gondolom, hogy ez nem vallási kérdés soha. Épp úgy az elzártság azért nagyon sok érdekes helyzetet szül. Ugye itt az ismerkedésnek a lépései nagyon másak egy hagyományos muszlim világban. De már egészen más egy nagyváros, mind a mai napig, meg egy kis falu. Tehát a nagyvárosban simán látni lehet kézenfogva fiúkat és lányokat sétálni egy kis faluba, ez nem történik. Azért valljuk őszintén, a Maris néni itt is tudja, hogyha ez megtörténne, és azon nyomva elmondja a családnak, hogy ó, de azt láttam, hogy Józsika megfogta Ludmilla kezét. Tehát, hogy ezek ilyen dolgok, hogy a nagyvárosokban már ott is nagyon komoly változások vannak ezen a téren. De hivatalosan, aki muszlimnak tartja magát, az a házasságkötés előtt nem él nemi életet. De azért csak egy ilyen kizárójeles megjegyzés. És a kereszténység szerint nem ugyanez lenne. És ugye a gyakorlat más-más sok helyen, mint ami az előírásoknak megfelel. Igen? Összekötve ezt a két témát, Szaúd-Arábiában, amikor én voltam, akkor azt mondták, hogy csak a vagyonosabb rétegnek van felesége, és a nem annyira vagyonos szaúdiak viszont nem tették azt meg, hogy úgymond vegyenek maguknak feleséget, mert nem tudták eltartani, és hát ők sajnos így nem jutottak úgymond nőhöz, ott volt, amikor sajnos filipínó fiúkkal sikerült csak ezt a fajta igényüket kijelni, úgyhogy ott vagyunk így létezett. Meg hát az a tapasztalatszerzés, ami nálunk mondjuk, nem mondok életkort, mert azt már nem mered, x éves kor és a házasságkötés előtt megtörténik, az ugye ott hivatalosan nem egy elfogadott dolog. És ebben az időszakban lehet, hogy mind a két neműeknek vannak más szexuális igényeik, és ez vezet. Tehát rengeteg olyan férfit láttam, vagy fiatal férfit, aki úgy kézenfogva járkált a barátjával. Mert a fiúk is külön mennek moziba, meg a lányok is együtt külön mennek moziba. De most senki nem lát be, hogy ennek ez csak a barátság, vagy ez ennél több is. De pont azért, mert ez az ismerkedési folyamat itt nálunk már egészen más, ez nekünk furcsa, hogy ott tényleg azért a többség még betartja ezeket az előírásokat. És én ezért is mondtam, hogy ha a férfiak kimennek egy muszlim országba, és ott esetleg hölgyekkel elkezdenek ismerkedni, lehet, hogy a hölgy azon nyomban lezár. Én megfigyeltem azt, ha a párommal megyek, akkor a lányok nem állnak le velem beszélgetni. De hogyha egyedül vagyok, akkor folyamatosan tudok a lányokkal is kommunikálni. Tehát akkor nekem ez nagyon jó nyelvgyakorlat, mert akkor tudok kérdezni, ők oda jönnek hozzám, és tudunk beszélgetni. De ezek azok a szokások, amiket ott kialakították, és akkor, csak mivel látom, hogy nagyon halad az idő, és azért szeretnék még egy-két fontos kérdésre kitérni, aztán majd még a végén lehet beszélgetni, de ugye, ha már megnézzük, ugye öltözködési szokások is, ez úgy miért nagyon érzékeny dolog. Ugye hivatalosan a Koránban csak annyi van, hogy a szemérmét el kell takarni egy hölgynek. Ez ugye a köldöktől ugye a térdig tartó terület, amit semmilyen formában nem lehet, csak a férje előtt megmutatni egy hölgynek. Ugye ebből azért komoly problémák vannak, csak egy ilyen kis kérdőjeles dolog, ugye nőgyász. Tehát ez nagyon sokan mind a mai napig ragaszkodnak, és nagyon sok helyen mondjuk úgy történik egy
orvosi vizsgálat, egy csomó orvosi vizsgálat. Ugye a férje elmondja, hogy mi baja van a feleségének. Vizsgálat nélkül. És azért ez komoly ilyen problémákat hoz. No. Tehát az öltözködési szokások. Normálisan az alakult ki, hogy sem a haját, sem a nyakát, sem pedig a kebleit nem lehet megmutatni egy muszlim hölgynek. Ugye ez nagyon egyszerűen a fejkendőnek a viselésének a kérdése. Most nem akarok itt a részletkérdésekbe belemenni, hogy csak a haját, a nyakát takarja, de az arca látszik, vagy van ugye olyan változat, amikor csak a szeme látszik, sőt van olyan, amikor a szeme is lefátyolozva megvan egy hölgynek. No, az első fontos dolog, hogy ezzel egyrészt, hogyha ilyen hagyományos öltözetet visel egy hölgy, akkor magához a valláshoz való tartozását teszi nyilvánvalóvá. Tehát ha megkérdőjelezzük, hogy viselheti-e, akkor az ő identitását is valahol részben megkérdőjelezzük. A másik fontos dolog, hogy nem igaz, hogy a muszlim férfiak ne tartanák tiszteletben a nőket. Ez egy tévhit. Épp úgy tisztelik a nőket, ott van az édesanyjuk, ott van a lánytestvérük, miért vetnék meg a nőket? Ráadásul a társuk is valószínűleg egy hölgy lesz, tehát ezek teljesen normális emberi dolgok. Viszont az öltözködés az ő elérásaik szerint nagyon meghatározó ennek a megtiszteltetésnek a szempontjából. Mohamed előtti időszakban azok a hölgyek nem viselhettek semmiféle fájtlat vagy fejkendőt, akik, mondjuk most nagyon egyszerű leszek, ez nagyon leegyszerűsít, és mondjuk a prostituáltak meg a rabszolgák. És mit jelent az egy muszlim férfi számára, hogy én tisztelem, hogy ő is épp olyan vallású, mint én, és tisztelem ezért, betartja a megfelelő előírásokat, nem mutogatja a testét más férfiaknak, tehát tisztelettel méltó ilyen vonatkozásban is, erkölcsös, talán így lehetne legegyszerűbben zárni a témát. Mi van akkor, ha én egy haspólóba jelenek meg muszlim férfiak előtt, meg egy miniszoknyába, vagy egy forronadrágba, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Az, hogy én nem tartozok ezek közé a nők közé, akik erkölcsösek. És ez egy másik olyan kérdés, ami fölvette ugye itt egy csomó dolgot, hogy azt a nőt már nem mert ő, az ő fejében az a képzet van, ami persze hamis, mert miért kéne azt gondolni rólam, hogyha kilátszik a hasam, hogy én már bocsánat, egy prostituált vagyok, de ez nagyon sokszor a hagyományaik miatt, mert így nevelődtek számukra, ezt jelenti. És akkor ne csodálkozzunk ezeken az atrocitásokon. Nem jó, hogy vannak ilyen atrocitások, tehát ezt szeretném leszögezni. De ezért kéne a másik oldalon is az ismeretterjesztés, hogy nálunk mások az öltözködési szokások. De nézzük meg, hogy mióta. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk egy 200 évvel ezelőtti ruhaviseletet, akkor azért ott is tokától bokáig zárt volt. Tehát, hogy mi az, ami ebben a kérdésben szerintem egy nagyon érdekes dolog. Az, hogy mi egy más kultúrától azt várjuk, hogy épp olyan fejlődésen menjen keresztül, mint amilyen, milyen keresztül megy. Bocsánat, de ezek a hölgyek és férfiak, mondjuk férfiak, feltétlenül van mobiltelefon, televíziós, stb. Volt, nézek porno. Hogy van ez, hogy hát, befogad egy csomó a nyugati világból, és ez akkor ez az tökéletesen, a katolikusok már is tilos pornót nézni. Nem ezt mondtam, hogy tehát pont azért nézi a pornót, mert egyrészt máshol nincs erre lehetősége, mert ugye a hölgy majd csak a házasság után mutatja meg magát neki. A másik része a dolognak, hogy nem is tartja őt egy tiszteletre, bocsánat, biztosak vagyunk, hogy mi a hivatásos prostituáltakat tisztelettel kezeljük? De ez nem egy jó kérdés, szerintem. Mert?
Hát mert hogy, nekem ott a kérdésem, hogy miért tekintjük őt pozitívan, hogy tehát, hogy azt elfogadni, hogy egyébként létezik egy másik kultúra, és az én mércém szerint a másik kultúra... Ezért mondtam, hogy kéne a másik oldalon a felvilágosítás, hogy ez nem ezt jelenti náluk. Tehát, hogy én is ezzel egyetértem, de a kérdés akkor sem volt jó. Jó, köszönöm szépen a kérdezítást. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezt kéne a másik oldalon meg megértetni. Hogy nálunk azért, mert mások az öltözködési szokások, azért nem jelenti azt, hogy egy hölgy prostituált, mert nem úgy öltözködik, ahogy ő elvárja tőle. De ez mind a két oldalon kell a felvilágosítás. Hogy értsem azt, hogy mert igaza van annak, hogy ha én megyek ki egy muszlim országba, akkor én fogok úgy öltözködni, hogy ne sértsem az ő elvárásaikat. Ha ő ide jön, akkor fogadja már el azt, hogy én viszont másként öltözködöm. De ehhez kell a megismerési folyamat. Hogy lehet, hogy van, aki ezt azonnyomban megérti, meg fogékony ezekre a dolgokra, a többieknek meg el kell magyarázni. Hogy megértsék ők is. Mert miért volt ugye nagyon felháborító, és bármilyen ember ellen erőszakkal azt gondolom, hogy ez felháborító. De amikor kiszabadultak a saját környezet, vagy máshova kerültek a saját környezetükből, az itteni normákat ők még nem voltak képesek feldolgozni. És efelé kéne lépéseket tenni, hogy a másik oldalon is, hogy az, hogy az európaiak így élnek, azt nekik kell tudni tiszteletbe tartani. Tehát, hogy ez mind a két oldalon, ugye akik itt voltak a múltkor, akkor erről ugye egy kicsit hosszabban beszéltünk, tehát mind a két oldalról meg kell tanulni egymás kultúráját és szokásait. Nem csak nekünk kell az övéket, fordítva is. Na de ez a folyamat valahol el kell, hogy induljon. És teljesen jogos az a fel, hogy ha ő ide jön, akkor fogadja el a mi szokásainkat. Rendben. De egyszerűbb lenne a konfliktusok elkerülése véget, hogyha megismertetnénk őket vele. Én így gondolom. Igen? Nekem ezzel kapcsolatban van egy, nem tudom, jó szó, a verzió. Igen. Elmondott egy csomó dolgot arra, hogy a nőknek milyen jogaik vannak, meg hogy nőket tisztelik, meg ilyesmi, de ebben mindegyikben benne volt egy dolog, hogy ezt a férfiak döntik el. Mert fizikai erőfölényben vannak, és érvényesíteni tudják az akaratukat, és azt, hogy ők nem tisztelik, tehát akkor úgy tudnak vele bánni. Ezt nem azt mondom, hogy ez alacsonyabb rendű, vagy más, ez csak ez a hangsúly... Nem lehet másként mondani. Ez egyelőre... az, amit belén kezdtem, amikor itt a nők-férfiak helyzete, hogy két, tehát hogy az iszlám jog szerint a férfi többet ér, mint a nő. Igen. Ez tény. Igen, ezt csak ne feledkezzünk erről. Egyébként az európai jogban is ez a helyzet, csak legalább leírva nincsen. Egy másik dolog, ami... Meg egy másik fontos dolog, ha már csak ehhez így a továbbiakban. Meg hogy az európai nők egy kis része nekiállt, és megharcolt érte, hogy ne így legyen. Azért a szüfrazsett mozgalomról ne feledkezzünk el, tehát itt sem volt fedőkitejtve hossz időn keresztül. Azt viszont úgy gondolom, hogy a muszlim nőkkel megharcolni saját változásaikért. Nem nekem, hanem a muszlim nőknek kell megválni, ha ők másként szeretnék. Mi az alapvető probléma ebben? Hogy olyan szempontból maga a vallás, ami sok mindent meghatároz, ezeket a dolgokat írásba foglalja. És nekik vagy ragaszkodom a hagyomány, tehát azért nem lehet könnyű egy muszlim nő helyzete sem. Vagy ragaszkodom szó szerint a hagyományokhoz, vagy lehet, hogy a saját közegem azt ki fog taszítani, mert úgy gondolják, hogy én nem azokat a szokásokat tartom be. De ez az ő döntésük kell, hogy legyen, hogy megharcolnak-e azért, hogy másként nézzenek rájuk. Igen? Épp most szökött el egy szaúdi hercegnő otthonról, mert nem akarta betartani a hagyományokat. És majd amikor 15 fog megszökni, és a többiek meg mögé állnak, akkor de ezt nekik kell elindítani. Senkire nem lehet ráerőszakolni azt, hogy másként akarjon élni. Igen, mi volt a másik kérdés? A másik kérdés az, amiről beszélt korábban, hogy
végül is le vannak írva a szúrákban ezek a szabályok, de én mégis hiányolom ezekből az országokból a jogbiztonságot. Hát tehát, hogy lehet, hogy az egyik kádi, a másik kádi. Itt azért nehéz. Miről van szó? Most egy erős... Mondok egy konkrét példát. A házassági szerződésben nem vagyok muzulmán, tehát ha Szaúd-Arábiában élek, házassági szerződésben megengedem a feleségemnek, hogy vezessen autót. Elmegy autót vezetni, letartóztatják, kivégzik. Azért, mert én hiába engedtem meg neki, mert valaki más másképp gondolja. De hát a törvényeket meg folyamatosan lehet változtatni, ezek nagyon-nagyon érzékeny kérdések, mert ha tetszik, ha nem, ugye Muhammed a proféták pecsétje. Ugye erről a múlt alkalommal beszéltünk. Kinyilatkoztatás nem jöhet már utána. Az, hogy másként fogják-e majd egy idő után értelmezni azt, amit Mohamed mondott, ez nagyon kétséges. Tehát az iszlámnak a mostani világhoz való alkalmazkodási esélye, az egy nagy kérdés, hogy milyen lesz. De ezt nem fogjuk, tehát ezt ők indítványozhatják, igen? Akinek kalapács van a kezében, az minden szögnek néz. Én azt gondolom, hogy az, hogy a nyugat-európai életszínvonal ennyire magas, az jelentős részben a jogbiztonságnak az eredménye. És azokban az országokban, ahol nincsen meg ez a jogbiztonság, vagy azért, mert egy diktatúra van, és a diktátor mindig eldönt, hogy mi legyen, vagy pedig azért, mert nincsen egy egységes és értelmezhető írott jog, azok gazdaságilag le fognak maradni, és irigykedni fognak. De ez nem a kultúrához tartozik, úgyhogy nem akarok nézni, csak annyiban, hogy az iszlám, amennyiben, amíg ragaszkodik. Van az állam által megalkotott jogszabályok, meg a saria között. Igen. Ez az alapvető különbség. Iránban addig, amíg az állami jogrend volt érvényben, tehát mondjuk a Khomeini forradalma előtt, addig egy nyugatiasodó kapitalista ország volt a maga gyerekbetegségeivel, meg a sakkal, meg a korrupcióval együtt, de ez a helyzet nem javult mondjuk inkább 79 óta. Magyarországon javult. Magyarországon látjuk azt, hogy a jogbiztonság hiánya milyen következményekkel jár. Csak azt szeretnék ez a Guadalupe kapcsolatban, hogy a szín az számít valamit? A szín általában sem nincs jelentősége. Nincs jelentősége, de praktikus okai vannak, bármilyen furcsának tűnik is nekünk. De a meleg, a legnagyobb melegben a fekete nem csak beengedi a meleget, hanem ki is. Pont. Tehát, hogy azért praktikusabb viselet. Igen? Annyit szeretnék mondani a prostituáltok, homoszexuálisok, stb. Iszlám világban milyen. A szüzesség, ami nagyon fontos, az iszlám vallásban minden nőnek szüzen kell mennie, félhez. Mert az esküvőkön és a mennyasszony ruha derekán egy piros öv van, az azt jelenti, hogy szűz a lány. És ebből adódóan sok szatírság van az iszlám világban, ugye halljuk, hogy az állatokkal való kapcsolat, és stb. És homoszexualitás nagyobb esetben van, mivel nőkkel nem. Ez nem biztos, hogy homoszexualitás, ez a lehetőség. Az még nem biztos, hogy azt valaki szexuális. Jó, prostituáció, ugye, amikor még a keresztény világban is fontos volt a szüzesség, akkor piros lámpás házak voltak. Iszlám világban ezek vannak. Hivatalosan nincsenek. Hivatalosan vannak. Nálunk van. Először is utoljára két magyar fiúval mentem oda, nekik mutattam, mert Irakból jöttek. Ott dolgoztak hónapokon keresztül, és van, ez van, hogy ott vannak ilyen nők. Én azért mondom, hogy az iszlám vallás, hogy a pecsét a Muhammed, ugye? Ebből adódóan az radikális iszlamisták nagyon furcsán gondolkoznak számomra. Azt tudjuk, a 2000 és 0 és 670 valahány között közel 700 év van. Evolúció a keresztény világ számára
előrébb van, mint iszlám világ számára. Az iszlám még mindig nagyon radikális. A másik, mint politikában, demokráciában, diktatúrában, az iszlám arab világ elmaradott része az orosz világnak, és ott fejlődést nem is nagyon akarják szerintem a nyugatról. Ez a politikai átfogás része. A radikális iszlamisták nem annyira, hogy mondjam, toleránsak. Ezt abból tudom. Ez a változás nem fogod elkerülni. Igen. Hogy miért van ez így, hogy az én nőmnek terpuszit ne adjál, de én tiédnek adhatok. Annyit tudok, például itt is szeretnének egy dzsámit építeni. Igen. A muzulmán közösség, ez arab, török, stb. Stb. A Németországban több helyen van, nagy harcok árán újabbakat akarnak csinálni, mert nagy muzulmán, muszlim közösség van ott. De akarjon egy zsinogokat építeni valaki Törökországban, nem annyira radikális némi, vagy egy keresztény templomot építeni újat. Még a, tudjuk, hogy a Hagia Szófiát is gyámivá avatta a szultán annó, és később az Atatürk csak múzeumba változtatta. Úgyhogy az iszlámnak a világ felé, a kiülállók felé nézése sokkal radikálisabb jelenleg. Szerintem a többi vallás is olyan. Például hitgyülekezet itt, ugye? Nem tudom, hogy az új proféta a német Sándor. Azt mondja, hogy az iszlám ellen a zsidó meg a keresztény összefogjon. Rengeteg politikai oldala van. A vallást csak magában nem tudjuk tárgyalni, illetve elemezni. A világ szokásaival, a fejlődéssel, bölcsölkedéssel, hogy az keresztény világban miért nők ezt a szabadságot kaptak iszlám vallásban. A fejlettebb iszlám vallások országokban sokkal szabadabbak a nők, mint nem fejlettebb iszlám országokban. És tanult rétegekben sokkal szabadabbak nők iszlám országokban is. Ott egy vezetés, hogy nincs. A katari nők akkor tudták meg, hogy nők is vezethetnek, amikor Irak megszállta a Katart anno a öbölháborúban, és láttak, hogy az amerikai női tisztek meg katonák is vezetnek. Hoppá, ti azt mondtátok, hogy nem szabad, de az is lehet. Hosszú, nagyon hosszú a téma. Én azt mondom, csak erre reagálva, hogy nem az elmaradt arabol, tehát most ez milyen értelemben? Én inkább így úgy fogalmaznék, hogy az iszlám valláshoz, vallás hagyományait szó szerint értelmező országok és a nem szó szerint értelmező országok. Tehát ahol egy kicsit nyitottabban kezelik a változás igényt, mert az elmaradottság az nagyon, abban sok minden belefér. Én inkább ezt mondanám, hogy ott van a különbség, hogy hol mernek egyáltalán szabadabban nyúlni ahhoz, hogy milyen változtatásokat lehet végezni. A radikalizmus mit lát? Azt látja, hogy vannak negatív következményei annak, hogyha átveszik a nyugati mintákat. És vannak negatív következményei. Akkor én ezt megtiltok. De egy idő után a globalizáció nem fogja hagyni azt, hogy minden maradjon a régiben. Ha tetszik, ha nem, ott is lesznek változások. Én abban hiszek, hogy ennek belülről kell elindulnia. De nem lehet kívülről semmit rájuk erőszakolni. Igen, parancsolj. Én nagyon azt értettem, hogy a meccset építés Magyarországon részt, de a Hegyvári úton van. Nem meccset, csámi meccset. Mecset, nem dzsámi, ahol minaret van, az a dzsámi mecset, az meszcsit törökül, közösség, együtt imádkozik. Jó, akkor ezt a múltkor is tisztáztuk, a mecset az az imahely. Minden dzsámi mecset is egyben, de a dzsámi az az, ahol a péntek dél imát is lehet tartani. Tehát ez a dzsámá összegyűlni szóból származik, ahol ezek is megtörténhetnek, az a dzsámi.
Hát ez a különbség a kettő között. Igen? Én csak a házassággal kapcsolatban akartam, mert nem csak a szüzesség számít, mivel hogy Mohamednek is a felesége idősebb volt, mint ő. Én is idősebb voltam ennél a férjemnél, és volt már két gyerekem, úgy lett még két gyerekünk. Mi nagyon jól éltünk. Ez egy tudott dolog. Na, és mi nagyon jól éltünk 5 évig, mert ő beszélt arabul, angolul, meg olaszul. Én beszéltem magyarul, és akkor 5 év után megtanultam németül, kiderült, hogy egész másról beszéltünk eddig. De ez az ember meg ember közötti kapcsolat, mert hogy végre megértették egymást. No, igen. Benem igazán kérdés merült fel, hogy itt az előadás körülbelül közepén említette, hogy milyen körülmények között válhat el a nő, és aztán felmerült itt a hölgy által az a szituáció, hogy van, aki mondjuk itt egy nyugat-európai országban hozzámegy egy arab férfihoz, igen, és aztán kiderül, hogy egyébként volt már igen, felesége otthon, hogy ilyen esetben például jogszerű a válasz, ugye, hogyha eltitkolt, hát hogy félrevezeti. Az a baj, hogy igazából amikor hazamegy, akkor fog ez kiderülni. Igen, igen. És igen, más szabályok vannak az itteni házasságkötésre, meg az ottanira. Tehát ott nem fog ez ilyen nagy problémát jelenteni, mármint hogy a férfi részéről ez nem olyan nagy probléma. Mert ott már az ő törvényeik vonatkoznak. Tehát akkor ezzel úgymond sok nőig benne tud ragadni egy ilyen kényelmetlen helyzetbe. És ezért kell a házassági szerződést nagyon jól megírni. Bocsánat, miért formázkodik ezt a házassági szerződést? Mert nagyon fontos. Tehát Európában ugye lehet, hogy egy jogás segítségért kell valamilyen formában, vagy a kádi, vagy mit. Tehát aki eszeltéje kerül Európába, hogy köt egy házassági szerződést, és ott az Issa Máma, mert ott a Tripoksi nevelő volt szó. Tehát hogy lehet, hogyan írni meg ezt a, úgymond, milyen dokumentumot? Itt a nő előre tudja megvédeni magát, hogyha mindennek utána kérdez, és mondjuk bele írja a házassági szerződésbe, hogy én mit első feleség mentem hozzá. Ha ez kiderül, ezt már az ő joguk is tiltott dolognak veszi, hogy nem egyezett vele a hölgy. Tehát egy sima szerződés, az otthon is kész nélkülük megkötik, aláírja készen. Így van, ennyi. Tehát semmi extra nincsen ebben. Csak aki innen megy ki, egy ismeretlen világban, annak védeni kell saját magát, én azt gondolom. Főleg, ha nincsen kellő ismerettel. Egyébként ilyenkor, hogy egy kiderül, van költségsem szerződés, akkor annulálják a házasságot? Simán, akkor van lépésre lehetőség. De hogyha ő tudottan kiment mondjuk második feleségként, tehát ő tudta azt, hogy ő lesz a második feleség ott kint, és utána szeretne elválni, akkor nem tudja ezt megtenni, és a magyar állam semmit nem tett, egyik európai állam sem, mert ott már a kinti szabályok vonatkoznak rá. Tehát, hogy ezért kell ezt... És ők kinti nők ezt tudják, hogy nekik kell, hogy oda kell figyelni? Hát, hogy ezeket lesztázzák, hogy én első feleség vagy, ezt szeretném szeretni. Már miért kint? Hát ott az apa ezt rá. Akkor ez az apa intézi. Ezt az apa meg fogja kérdezni, hogy nem. Hát igen, az apa intézi. Miért? Hajdanán nem a családok adták az apák férhez a gyerekeiket? Hát... Igen? Parancsoljon. Igen. És a vállás lehetőségén kívül van bármiféle más büntetés, tehát hogy csak maga a szabálás az a büntetés, akkor ezzel megszűnik ez a fajta házasság, hogy ezen kívül más, akár például szabadságvesztési dolog, hogy a túl viselk kívül mondhatni. Oké, vállás van lehetőség, de ezen felül még jár plusz büntetés? Nem, tehát ez ott teljesen természet, ez nem, ott nem számít ez olyan nagy bűnnek, mint nálunk a bigámia, tehát azért... És a házasság kölés kérdése? Hát a házasság minden... Hát itt nincs egy jelölség egyértelműen, ugye egy férfinek négy feleség, egy muszlim férfinek négy feleség, és számtalan ágyasa lehet. Az egyik kérdésre válaszoltam, a házasságtörést viszont a nő részéről, ugye hát erről rengeteg történet van, megkövezéssel a hagyományok szerint kell büntetni, és akár halálra kövezhetik a nőt ezért. Tehát itt ezeket még hol tartják, mondjuk ezek az afganisztáni helyeken biztos, de mondjuk a... Én nem így mondanám, hogy az országokban, ahol még a közösségekben a hagyományokhoz való ragaszkodás erős, ugye erre mondtam az előbb a példát,
ott meg fogják tenni, és senki nem fogja, hiába nem szabad a világi jog szerint ezt megtenni, nem fogják megtalálni az ütettet. Mert hogy a hagyomány az erősebb, akkor ez fog számítani. Igen? Ilyen szempontból van különbség a falu, város között? Persze, óriási különbségek vannak a falu meg a város között, de szerintem ez itt van Magyarországon is. Igen? A szaudiaknak még mindig létezik a nyilvános kivégzés. Ott ilyen nagy közösségi tereken előtte egy héti körbejárnak mondjuk mentőautók, a rendőrautók és nagy hangos beszélőkön hirdetik azt, hogy nyilvános lefejezés lesz. És akkor összegyűlik adott esetben több ezer ember, és végignézik azt, hogy lefejeznek ott több ember. Nem csak kötelező, akkor nyilván van ilyen jobb fenntartó jelenleg. És szórakozás, akkor... Hát nálunk a mágián való megégető szórakozás jelleget is töltött hajdanál, tehát... No, nekem viszont lenne egy nagyon fontos kérdésem, mert most már az idő nagyon elhaladt, és szerintem lassan. Volt egy olyan kérdés, hogy lenne értelme ezt valamilyen szempontból még folytatni, vagy lennének olyan kérdések, amire szeretnének választ kapni. Rengeteg. Mert akkor valamilyen formában én nem zárkózom el, meg ahogy látom, itt nagyon sokan vannak, és akár nálam komolyabb szakértőket is meg lehet itt keresni. De akkor egy-két olyan téma kéne, hogy mi lenne az, amire nyitottság vagy érdeklődés lenne ezek a kultúrkörön belül? A gyerekek kérdésnek inkább, meg a mostani, ugye, Instagramon nevelkedett arab gyerekek kérdése, hogy ők hogy viszonyulnak a nagyszülők által mutatott vallághoz. Ez amit... Igen? Mert ugye látjuk, hogy így, már ők is így... És az egy jó kint kideszik meg minden, hogy ez van, ilyen merci, olyan merci, esetleg már a gazdagabb gyerekek is, de hogy milyen helyzet a nem gazdag gyerekekkel, milyen iskolába járhatnak, nem járnak. Itt egy csomó mindenki maradt, azt én is tudom, mert például erről az iskoláztatottságról és a tudás szerepéről én mindenképpen szerettem volna beszélni, most már nem fog beleférni, igen. Most inkább egy ilyen, nézzük meg, hogy mire lenne igény, és akkor... Igen? Szerintem az szimpatikus volt, hogy tudod a hozzá személyes történeteket, és is akkor közülebb hozta, hogy az, hogy hogyan kéne lennie, hogyan szokott lenni, és hogy mondjuk egy másik emberrel fogja fölgyenni. Hát erről beszéltem, hogy ez volt hajdanán az előadás célja is, hogy egy párbeszédnek kéne megindulni, egy együtt gondolkodásnak, hogy kicsit mi kíváncsiabbakká váljunk az ő világukra. Talán így. Igen? És ennek egy olyan téma, hogy az Afrikában élő muszlimok, mondjuk a közel-keleten élő muszlimok, hogy mennyiben térnek el kultúrában. Uh-huh. Szerintem még érdekes téma lehetne az ummának, az iszlám közösségnek és a nacionalizmusnak a kapcsolatát, hogy mondjuk a közel-keleten ki az, aki elsősorban egyiptominak és ki elsősorban muszlimnak vallja magát, mondjuk Nyugat-Európában ki az, aki elsősorban franciának polgárnak, és ki az, aki az ummához tartozónak vallja magát, és melyik élvez prioritást a másikkal szemben. Elnézést, én késtem, de lehet, hogy nem mozott el, hogy van valami reform szándék a magán az iszlám rendszeren belül? Tehát van egyfajta... Ezt már szerintem itt volt, és akkor is mondtam, hogy hivatalos... mozgalom, vagy bármi is. Vannak, de azokat nem vehetjük iszlámhoz ragaszkodó irány. Tehát azok politikai, vagy megújulási mozgalmak, de az iszlám nem... Az sajnos eléggé vagy. Tehát igazából nincs át. Ez ha tetszik, hanem ez a helyzet. Technikailag lenne még elnézést egy információ. Videófelvétel készül az előadásról, akár csak a múltkoriról. Ezt a felvételt az előadás
Facebook eseményének a beszélgetés részénél lehet majd megnézni, de nem nyilvános a felvétel, tehát azok, akik nem néznek meg ezt a Facebook csoportot, azok nem tudják megtalálni a YouTube-on szándékosan, mert ugye nem tudtam mindenkit a írásos hozzájárulást keríteni. Én voltam. Érdekelne az, hogy a fiúk meg a lányok egyformán öröklődnek például? Az öröklés is jó, tehát a öröklés kérdése. Mi van még, ami témakép? Én még azért mondanék, amit nagyon-nagyon kimaradt, mert most ha tetszik, hanem a negatív hatásait érezzük sokkal inkább az arab vagy az iszlám kultúrának Európára. Gondolkodtam még egy ilyen is, hogy azért nem mindig volt ez így, hogy esetleg egy ilyen kicsit tudománytörténeti, oktatástörténeti rész, hogy mit adott, tehát egy olyan cím, hogy mit adott Európának az arab birodalom, vagy a muszlim kultúra a korábbiakban, tehát hogy én ilyeneken is, hogy erre lenne érdeklődés. Igen. Meg az jutott eszembe, hogy az is érdekelne, hogy a Nyugat-Európában most már második generációs muszlimokkal mi van, vagy esetleg harmadik generációsokkal. Mert őket én láttam közelről Franciaországban, és hát teljesen szinskálán az ki, hogy... Jó. Akkor még valószínűleg lesz egy ilyen együtt gondolkodás, és már valami lehet, hogy valami fórumot teremtünk neki, hogy mire lenne igazából igény, és hát akkor a népfőiskolai oldalt kell gondolom követni ahhoz, hogy kiderülje, hogy mikor és mi lesz, mert erre most tényleg nem tudok semmi konkrétumot mondani a későbbiekben. Még egy technikai, nagyon rövid technikai kérdés, akik most itt voltak, de korábban nem, nem tudom, egy rövid bemutatkozást azt esetleg... Én azt megcsinálni az elején, tehát azért csak te lemaradtál róla, bocsánat, mert kicsit késre érkeztél. Én is kicsit késre érkeztem, tehát ugye ezt meg lehetne röviden is, Én Győr mellett egy kisfaluban születtem, tehát Magyarországon születtem. Győrbe jártam középiskolába, utána elmentem Párizsba a barátnőmmel, ott találkoztam először muszlimokkal. Nekem tetszett az, ahogy ők gondolkodtak. Utána fölvettek az ELTÉ-re, többen filozófia szakra, de váltottam. És pont ezzel indítatásból azt mondtam, hogy arabot szeretnék tanulni. Nem teljesen így tiszta a történet, mert hogy én középkorász, tehát én történész szerettem volna lenni, és nagyon izgatott ennek a két kultúrának az egymásra hatás. Ez volt, hogy eredeti nyelven tudja a forrásokat olvasni. Elvégeztem a történelmi és arab szakot a későbbiekben, de nem történész lettem, mert családot alakítottam, és tanár lett belőlem. És annyit tudok, hogy ez a kultúra, ez nekem tényleg a szívem csücske, én imádom ezt a kultúrát, leginkább a kultúrtörténetet, egyébként nem a vallási részét. És teszek azért, hogy az ismeretek ugye azért terjedjenek. Én voltam az, aki Magyarországon először arabból kidolgozta az érettségi rendszert, és érettségiztettem magyar diákokat arabul. Nem tudom, milyen kérdés van, mert... Ennyi. Ennyi. És a toleranciára érzékeny ember vagyok, és a diktatúrára még inkább, és én azt gondolom, hogy egy út van, meg kell értenünk egymást, akár más vallásúak vagyunk, akár csak másképp gondolkodunk, és ezért lett ez az alkalom, amikor én összetalálkoztam ezzel a népfőiskolával teljesen véletlenül, hogy ha itt van tér, ahogy látom, befogadó közeg is van, akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy lehetne békésen egymás mellett élni. Ennyi volt az egész. Köszönjük szépen!